idén is megtartották a Semmelweis napi ünnepséget. Ferencváros önkormányzata és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft. Szervezésében, ahol átadásra kerültek a Pro Sanitate Ferencváros díjak, polgármesteri elismerő oklevelek, igazgatói dicséretek, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis díjait is átadták. Függetlenül attól, és egy kicsit az a védőnöknek is szól, hogy kihez tartozunk, ki adja a kenyerünket, ki a munkáltatónk, nem ez számít, hanem az tevékenység, amit végzünk. Biztos, hogy vannak benne nehézségek, biztos, hogy nehéz megszokni mindig valami új dolgot, de minket azt kell mindig vezéreljön, és én ezt a gondolatot nagyon elhoztam a Délpesti Centrum Kórház jelenigazgató értekezletéről, hogy lehetőség szerint az ellátottak, illetve az egészségügyben dolgozók ne éreznek semmit abból, hogy milyen változások vannak a háttérben. Mi is ezt a célt tűztük az ászlunkra. Pro Sanitate Ferencváros díjban részesült dr. Csőcsei Gyöngyi belgyógyász, diabetológus. Ezt az elmúlt negyed századot igyekeztem a kerület érdekében, lakosainak, illetve az ellátott betegek érdekében minél alaposabban a munkámmal szolgálni a betegek érdekét, illetve egészségét. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. És szintén Pro Sanitate Ferencváros díjat vehetett át Plósz Marian védőnő. Nagyon szépen köszönöm. Nem tűnik 32 évnek, amit ledolgoztam, csak a felnőtt apukák meg anyukák, mikor visszaköszönnek, hogy hát azért már nekem voltak újszülöttek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!